6 éven aluliak számára nem ajánlott. Azért gyűltünk ma össze, hogy a legjobb szárnyaló előttünk bizonyíthassanak. Elnézést, bocsi! De már, Manu! És bemutassák, hogy készen állnak a sirályok nagy déli vonulására. Oké, menni fog. Rajt! Hó! Lehet, hogy Manu lesz az első. Ez biztos fájt. Még csak tanul. Össze kell szednie magát, ha velünk szeretne repülni délre. Mit kell még bebizonyítanom? Sosem fogod megérteni a sirályok világát. Beiratkozol a sirályvitorlázó iskolába? Sirály vagyok. Dehogy vagy? Rövid áramvonalas törzs, éles keskeny szárnyok, te fecske vagy. De sirályok közt nőttem fel. Hát te hogy kerülsz ide? Neveld őt sirályként. De hisz alig bír egyenesen állni. Nem tartasz velünk? Talán majd máskor. Ne butáskodj, gyere! Hi-ha! Lenyűgöző. Egy rajban repülünk. Ez olyan fecskés dolog. Varázslatos. A repülés túlbecsül. Most viccelsz, ugye? Velem is mindig vegesi. Ide nézzetek! Fecskéknek van saját területük. Mire akarsz kiukadni? Ő a fiad. Folyton azt kérdezik, mit keresik? Ti vagytok a családom. Mindig csak egy fecskét fogok látni benne. Hogy? Néha mindenki kívülállónak érzi magát. Higgy magadban, Manu! Tök király! Sirály? Vihar közeled! De a sirályok hamarosan indulnak délre! Nem indulhattok-e? Honnan veszed? A fecskék tudják! Ha nem is hadd sirály, hidd el! Még lehetsz király! Mi döntünk az utunkról, a jövőnkről, mind madarak vagyunk! Manu, a legsirályabb fecske.